Hát nincs egy éve, hogy meditál. Olyan Uh-huh. is volt, hogy az ágyból alig bírt felkelni, nem, hogy szaladgálni, meg hajlongálni, meg kimenni a kertbe. Meg görbe botta járkáltam ki a kertajtót kinyitni. Most már nyugdíjba helyeztem a görbe botot is. Végtelen öröm számomra, hogy itt ültök velem szembe, drága Sápi Judit, akivel már korábban készítettem egy beszélgetést, arról, hogy milyen elképesztő változáson ment keresztül az élete, és milyen boldoggá vált. És aztán folyton beszélgettünk, és mondta, hogy anyukájával is teljesen megváltozott minden, és az anyukája is rálépett erre az útra, elkezdett meditálni, és egyszerűen ő is hihetetlenül megváltozott. És arra gondoltam, hogy ide hívom őket, hogy bemutassam őket nektek, hogy anyukájával is egy picit beszélgessünk, hogy mi történt itt tulajdonképpen, mi mentetek ti keresztül, hogyan változott a kapcsolatotok, drága Juci néni, hogy kezdtél el meditálni? Hát úgy, hogy az arany kislányom rá vezetett erre, és azóta már körülbelül egy éve meditálok, és úgy képzeld el, hogyha éjjel, ha felébredek, nem a tévét kapcsolom be, hanem meditálok, és akkor vissza elalszom, szépeket álmodok, reggel pihenten ébredek, és ez olyan jó, csodálatos, meg hát nagyon sok minden történt velem. Nagyon szédültem, nem mertem lehajolni. Képzeld el, volt olyan, hogy kinyitottam a hűtőszekrény ajtót, hogy kiveszem az ételt, és mikor arra ki akartam venni, akkor úgy megszédültem, hogy becsuktam vissza az ajtót, azt felegyenesedtem, mert beestem volna a hűtőszekrénybe. Azt így tudtam aztán tovább vinni a napot. Hát ilyenek voltak. Most már nem szédülök, a bokám is bedagadt, most már az se dagadt be. Akkor a vérnyomásom rendbe jött, nem ingadozik össze-vissza. Szívem se dobog, mert néha nagyon dobogott éjjel. Azt most olyan jól meg vagyok, meg a lányommal is. Írtó, jó meg vagyok. Szoktunk beszélgetni minden nap egymással telefonon, és akkor úgy köszönünk egymásnak, hogy szeretlek. És Hallottam, ez óriási. és Annyira ez jó igaz pofa. is. Ő is szeret, meg én is szeretem őt, mert olyan aranyos, hogy minden beszerzed, ami kell, ellát mindennel, mert én csak a kertajtóig tudtam kimenni, de most már volt nélkül, megyek odáig is, hogy ki tudom nyitni legalább most már a kertajtót. Meg reggel, ha felébredek, ha nem mutatlak, akkor elmondom, hogy mi örömér, mikor Mondjad. felébredek. Kinyitom az ajtót, és akkor kinézek a kertbe, örülök, hogy nyílnak a virágok, a fenyőfán csicseregnek a madarak, van közös kutyánk, itt szalad elájvám, érzi, hogy teli vagyok biztos energiával, csóválja a farkát, megnyúlja a kezemet, én megsimogatom a kis buksiját, és akkor úgy meg vagyunk, örülök mindennek tényleg, nagyon. Meg mondom, egészségi szempontból is nagyon sokat fejlődtem, hogy most már nem cédülök, a bokám se dagad. Igaz, Szuper. majd egyszer elmondtam. Sugárzol, Juci néni, sugárzol, Vajzok. áramlik belőled az öröm. Zuhanyozni se Jó bírtam. nézni. Zuhanyozni se mártam. Most beszéltem a lányomnak, hogy az este fürödtem, meg most a hajam, minden, és egy cseppet se szédültem máskor, mert alig mártam a zuhanyra állni, mert attól is szédültem, hogy jaj, mondom, belássék a kárba rögtön. Most már el is ment. Úgyhogy örültem nagyon ennek is. Meg mindennek tudok örülni most már. Sok mindennek. Amikor a szeretet, tudod,
megjelenik benned meg az öröm, meg a meditációk hatására magas érzelmi állapotba kerülsz, és egyre inkább ott maradsz, és mindennek tudsz örülni, ez csoda. Hány éves vagy, drága Juci néni? Mondd el Mennyinek nekünk. nézek ki? Hát szerintem 50 elmúltál, így ránézésre. El. El, ugye? Jól Az tippeltem. igaz. 100 millió nem vagyok. Mennyi vagy? Áruld el. Tudom, nem illik megkérdezni, de hát szerintem De ez mennyinek katasztrófa. nézek ki szerinted? Hát mondom, szerintem jó, mondjuk 60 is elmúltál. 70-nek mondjuk. Ne szerénykedj, én 88 éves vagyok. 88 éves. 88 éves. Igen. Az De már majdnem 90. százig akar élni, azt mondta. És megbeszélgettem magammal, hogy 100 évig élek, hogyha így maradok a neked a meditációddal, hogy nagyon boldog vagyok, meg örülök mindennek. Biztos 100 évig élek. Hát ugye így van értelme élni 100 évig, nem ágyba fekve, meg betegen, meg Ám, hanem így gyógyszereken. mindennel el tudom látni magamot, nem szorulok segítségre. Hát találkozunk még akkor is, hogy 100 éves Hát leszek. én megígérem, hogy amikor 100 éves leszel, akkor ugyanígy leülünk, Jó. és beszélünk arról, hogy minek örülsz. Jó? Jó. Jó lesz? Nagyon, nagyon jó. Szuper lesz szerintem. Szerintem mindenki fogja ezt várni most, aki És majd biztos megnézi be ezt a is videót. válik, mert még eddig minden kívánságom legtöbbször bevált, amit nagyon kívántam. De jó, óriási vagy. Úgy teljesült, ahogy kívántam, és mindig a jók jöttek. Hát, adni szoktam, ami van mindenkinek, segítek mindenkit, de vissza is kapom kétszeresen azt, amit adok is, meg a szeretetet is szeret, egymásnak örülünk. És ez mindig így volt egyébként, hogy annyira tudtátok a Judittól, én azt hallottam a Judittól, hogy Judit, te is mondjál valamit, hogy volt ez? Tehát a ti kapcsolatotok az milyen volt régebben, ugye még mielőtt ti rátértetek erre az útra? Olyan, mintha a múlt századról beszélnék, mert egyszerűen nem is tudom, nagyon messze van ez a dolog. Hogy próbáltam úgy hazamenni, hogy jól fogom érezni magam, és nem engedem magam lehangolni. Sikerült egy fél óráig, egy óra hosszáig, utána bomb, lementem. Leszívtam ama az energiámat, semmi nem volt jó, nem tetszett, panaszkodott. Hát nem lehet összehasonlítani. Szóval új emberré váltunk mind a ketten, tehát a kapcsolatunk az valami. Soha az életben nem volt ilyen, hogy így vártuk egymást, hogy örültünk, Köszönöm. hogy minden jól sikerül, hogy most mindent kérdezem, mit vegyek, mi kell ma már. Nem kell semmi, csak te kislányunk. Azelőtt, mert ez De nem jó. jó, meg az nem jó, ezt nem tudom megenni, ez zsíros, ez száraz, ez, szóval mindig ilyen kifogások jöttek. Most már nincs se panasz, ugye? Most már minden jó. Minden jó. Mert Minden szépre vált. meg úgy örülök, mikor jön haza, vagy akkor mindig úgy főzök, amit szeret, meg amit megbeszélünk, és olyan öröm, hogy tudom várni nagy örömmel Jön dolgozni. elém, kikísér, megírtuk a De jó. levelet, ugye? Megírtuk a Én levelet az is, elejét, meg a na, a végét. jövőből megírtátok a levelet, Meg, ugye egy igen. év múlva volt egy ilyen gyakorlatunk Igen, az egyik sokszor előadáson, hogy elolvasom. egy év múlva írjunk egy levelet, hogy gratulálunk önmagunknak, hogy mit értünk el, és te is megírtad ezt a levelet. Óriás. Csúcs vagy, Én Juci az néni. elejét meg a végét, és a mama szépen a közepére beírta. Így sugárzik belőled a szemedből ez az öröm. Tehát ez abszolút átjön. Tudod, a 88 évesek általában nem így szoktak kinézni, meg nem így szoktak beszélni. Tehát, hogy reggel felkelek, és minden csodálatos, és örülök mindennek, Mindennek örülök. körülnézek. Tudod, panaszkodni szoktak, hogy itt fáj, ott fáj, amúgy borzasztó az élet, de nehéz az élet, hogy milyen szörnyű. Te meg Én tudsz örülni? Ez a szoktam lényeg. neki Ez mondani, a lényeg.
Jaj, ez is már mennyibe került? Nem baj, kislányom, lesz helyette pénz. Másik, mi teremtünk, lesz Majd bőségbe él. jövök te Ő másik. biztat mindig, hogy úgy is lesz helyette, mindenre lesz pénzünk, mindenre van megoldás. Tudod? Meg valóban tényleg mindig jön, hogy soha nem szenvedünk hiányt. Se a lányom, se én, már egymásnak mindent megteremtünk, meg megcsináljuk. Meg segítjük. Meg segítünk egymáson, meg örülünk egymásnak. Ez csoda jó. Képzeld, amikor megy el, a kiskutya már annyira tudja, hogy ő is jön ki a kert ajtóig, azt kikísérjük, azt megpuszíjuk egymást, elköszönünk, azt integetünk egymásnak, az olyan öröm. Nagyon sokat Szuper jó. változott a mama, nagyon sokat. Leírhatatlanul sokat. Épp mondani akartam, hogy sugárzunk szerintem mama is azóta Hát szinte nagyon, tényességben nagyon élünk. komolyan, komolyan mondom, nagyon megdöbbentően. És tényleg az a csodálatos, hogy nem 5 percig, és nem 10 percig, és nem azért, mert most viszek neki egy fagyit, vagy akármit, hanem egyszerűen csak a jelenlétünkkel, hogy találkozunk, de a telefonba is. Kétszer mondtam neki először, hogy szeretlek, mami, mert úgy hívom, hogy mami. Hát a második alkalommal már megelőzött. Szeretlek, és minden reggel mondja. Tehát Milyen amikor felhív. fantasztikus ez, nem? Amikor a szeretet Nagyon. megjelenik egy kapcsolatban, hogy ez mennyire átalakít mindent. Ugye Hát az egy... igen. És ezt neked köszönhetjük, mert erre az útra nem tudtunk volna magunktól rálépni, hiába keresgettük. És ez a sok-sok meditáció, mama is naponta többször meditál, reggel is, este is, éjszaka is. Van, amikor hazamegyek, mondom, hát mama egy kicsit pihenjen már, nem, ő még, én még megyek, még ezt, pihenjen már, üljön le. Régebben, egy fél óra után leült, hogy én már fáradtam, leülök, pihenek egy kicsit, lefekszek egy fél órára. Most mondom neki, pihenj, nem, még ezt megcsinálom, még. Valamelyik nap kijött velem a kertbe. Egy óra hosszáig ott mutatott mellettem, hajlongált. Nem szégyen, azt mondja, nem. Hát először azt hittem, hogy ugye mondtam, hogy nem panaszkodunk, meg nem panaszkodunk. Mondom, lehet, hogy nem meri mondani, mama, tényleg nem. Hát mondom, biztos nem hajolgászna, hogyha szédülne. És nem. És azt mondja, most is jött ide, azt mondja, tornázok ma egy kicsit. Azt elkezdett itt tornázni. Óriási. Szuper, szuper jók vagytok. Drága Júci Belevagyunk. néni, Hát a lányom is te... sokat fejlődött, mert Igen? Na neki mesélj, fájt a mesélj lába, róla, hogy... biztos elmesélte, hogy fájt a lába neki. Igen. Az most meg már biciklizik is, meg nem fáj annyira, meg boldog, meg örül mindennek, meg ő se szed gyógyszert, én se, csak felik, mint szoktam. Aha. Aztán így Szuper. most már meg vagyunk nagyon. És ezt mind neked köszönhetjük. Hát Hálás is. én nekem nagyon nagy öröm, hogy tudtam ebben segíteni nektek. Hálás Ez a is vagyok. legnagyobb öröm, ez a legnagyobb, amikor így látom a tényleg az újjászületett embereket, hogy úgy mondjam, tehát az új embereket, ugye ez a célom az egész előadásokkal, meg a meditációkkal, mert tudom, hogy újjá lehet válni, tehát az nem normális, hogy az emberek szenvednek, nem normális, hogy ugyanolyan bánatosan, keserűen, félelemmel telve kelnek fel és élik a napjaikat, hanem létezik az, hogy valaki 88 éves korára megváltozzon. Néhány hónap alatt történt ez a dolog, ugye? Hát igen, hogyha láttál volna 2 évvel ezelőtt, akkor olyan búskomor voltam, olyan szomorkás volt mindig a napom. Hát most már teljesen megváltozott. Hát nincs egy éve, hogy meditál. Olyan is volt, hogy az ágyból alig bírt felkelni, nem, hogy szaladgálni, meg hajlongálni, meg kimenni a kertbe. Meg görbebottal járkáltam ki a kertajtót kinyitni. Most már nyugdíjba helyeztem a görbebotot is. Eldobtam. Szuper vagy. És felrohantál a lépcsőn is most a Judithoz, Hát nem annyira szaladtam, de ugye? nyugodtan fel, Szuper. kicsit kapaszkodva. De én azt hittem, hogy Nem baj. megáll, de nem. Tehát Nem egy baj. szuszra szépen feljött, és az, hogy magasak nagyon a lépcsők. Tehát tényleg én is, hogyha teherrel vagyok, a végén már fulladozok, nem fulladozok, de szóval érzem, hogy azért egy kicsit magas. Tehát nálunk valahogy úgy volt kialakítva. Mondom, hogy egy kicsit gondot okoz, mert ugye hát nem volt május előtt, itt 8-9, mit tudom, hány évvel ezelőtt, nem ismert eljönni.
Most meg csak kérdeztem, hogy hát egy őző mondta, hogy akkor beszélgessünk, vagy ez, hogy jó lenne, ha mama. Jó, semmi gondolkozás, jövök. Szuper. Jövök is, lányom. Most itt Képzeld, vagyunk. de éjjel mi veled álmodtam. Komolyan? Na. Bejött álmomba, hogy így, minthogyha beszélgettünk volna. Aztán meditáltam közben, az olyan, minthogyha az angyalok röpködtek volna, meg olyan jó érzés volt, meg jó, elaludtam, meg nyugodtan aludtam, meg kipihántan ébredtem reggel. Ez is Olyan mekkora gyorsan. dolog, hogy ilyen korban valaki nyugodtan alszik, tud aludni éjszaka, meg nyugalom van, béke van. Én ismerek olyan embert, aki hát mindig nyugodt marad a reakcióit, és mindig csodáltam, hogy hogy tudja ezt ő kezelni, hogy bármi történik, probléma, akármi, ő megmarad a saját kis lelki nyugalmába. Hát el nem tudtam képzelni, ezt ilyen álomnak gondoltam. És itt vagyunk. És azt gondolom, hogy mind a ketten. Tehát Szuper, a szomszéd szuper is, jó hogy vagy. szólt, és akkor mi csak álltunk, néztünk, hogy miket mond, aztán lenyugodott, aztán megoldódott minden. Tehát a szomszédokkal a viszony is ugye Csodák vagy, megváltozott. csodák vagytok. Fantasztikus, új emberek lettünk tényleg. Tehát a Drága Juci néni, csillagokkal... 88 évesen, aki már sok mindent látott, adj tanácsot a fiataloknak. Így most, ahogy te látod, mit kellene tenni a fiataloknak, hogy Hát boldogabbak legyenek? én csak azt tanácsolom szívből, hogy mindenki meditáljon, és örüljön mindennek, és legyen boldog, és szeressen mindenkit. Ennyit tudok csak a fiataloknak Ez van. mondani. És ezt el lehet érni, igaz? El. Ha én elértem, meg a lányom, meg egymással szemben, akkor biztos el fogják azok is érni, akinek mindig olyan sok. Én most már nem panaszkodok, de mire panaszkodjak? Hát minden oké. Minden oké. Okay. Kaptál egy szuper szemüveget, ugye? Ahol minden szép, nem? Minden szépnek, meg jónak Csoda. látok. De komolyan, ezt most nem azért mondom, hogy dicsérjem Látom. magam, vagy neked örömet szerezni. De ez így van valóságban is, hogy mindennek tudok örülni. És boldog vagyok. Meg Fantasztikus. szeretik mindenkit. És azt szeretem, mikor valaki panaszkodik. Elhallgatom, elhallgatom, de aztán nem mondok semmit, aztán eltemeltem magamban, az jó. Szuper. Tegyen róla, hogy ne legyen panasza. Meditáljon ő is. Így van. Na, drága Juci néni meg Judit, egy élmény volt veletek beszélgetni, egy élmény volt látni ezt az örömöt, ezt a szeretetet, ami kisugárzik belőletek. Számomra nagy öröm, hogy egy picit én is részese lehetek ennek. Hogy ide jutottatok, és csak gratulálni tudok, mert tudom, hogy ti tettétek bele a Köszönjük. munkát, az elkötelezettséget, a kitartást, és ha ezt csinálja bárki, akkor garantáltan létre tud jönni egy ilyen állapot. Még 88 éves korban is. Ez óriás. Még 100 éves korban is már. És akkor 100 éves korodban majd, tehát 12 Majd év múlva, találkozunk akkor is, ugye? 12 év múlva ugyanígy, ugyanitt leülünk, és megbeszéljük, hogy mi történt az elmúlt 12 évben, Hát, és ha így milyen megy szép az végig, élet. akkor még lehet, hogy a 100 évet is meghaladom, mert már volt olyan a tévében, hallottam Hát valamit persze, valója, hogyne, akkor van. 100 évet is meghaladtam, és még mindig Persze, él. hát tudod, És... egyre fiatal a meditációk hatására vannak ezek a telomerjeink, a DNS láncunk végén, amikor növekednek, akkor fiatalodunk. A meditációk meg ezt növesztik. Szóval egyre fiatalabbá válunk. Hát ezért vagy te ilyen fiatal. Látszik is különben, és mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és nem csak azt a mutra mostanit, hanem a változásra a lehetőséget, mert ezt még én sem tudtam volna. Akármilyen szándékkal évekig keresgettem, de nem igazán sikerült a módot megtalálni. Álmodni tényleg nem mertem volna, hogy létezik a saját fejlődésem,
aztán még a mamáé is, meg a kettőnké is, aztán nyilván a környezet is, tehát nekem is, tehát szerintem nem is igazán történik velünk semmi negatív dolog, mert ha más úgy is véli, hogy az negatív, szerintem hamarabb is keresztül esünk, mert megoldódik. Valahogy az utunkba jönnek a segítségek, ha mégis meg kell oldani valamit, de igazándiból nincsenek, tehát nincsnek probléma. Végig mindig megoldódik Azelőtt meg minden. mindig, hogy ez Abszolút, se igen. jó, meg az is elromlott, meg most meg már szerintem De nem nem. panaszkodok a lányomnak se, mert nincs mire panaszkodni, mert minden jó, minden oké. Szuper. Jön a segítség, ha kell. De jó. És ugye a csoport is nagyon, meg minden előadásodban is, tehát mindig felemelsz, de már nem is tudom, lassan nem is tudom, hova. Nem kell már emelni, mert mindig azon a szinten vagyunk. Egy szinten mozgunk, szinte csak egy picit hullámzunk, tehát nincs az a nagy leföl hullámzás, hogy egyszerűen nincs rossz kedvünk. Tehát szerintem én mamát se láttam mostanában. Mindig csak a boldogságot láttam, úgyhogy nagyon köszönjük, hálásak vagyunk, nagyon győző. És szeretetben élünk olyan mindenkivel addig. Legelőször a Jó. lányomnak voltam nagyon hálás, hogy rávezetett erre, utána meg neked, hogy hát tényleg elértem ezt, hogy olyan jó meg vagyunk. Meg nem érdekel semmi, meg azt se érdekel, hogy a világban mik történnek, mert olyan dolgok történnek, hogy nem is érdemes meghallgatni, mert nem is hallgatom meg. Csak a jóra gondolok mindig, meg a szépre. Nagyon szuper. Inkább. Csúcs, csúcs vagy, Juci néni. Csúcsok vagytok. Nagyon Hát köszönöm a beszélgetést még nektek. egyszer Mi is köszönjük. Köszönjük a És hogy ezt időt, hogy beváltunk. ránk szántad, hogy így elbeszélgettél velünk, és nagyon boldog vagyok.